Köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez itt a Rise of Industry második epizódja, és hölgyeim és uraim, rossz hírem van, megpróbáltam a településeket átnevezni, de nem igazán jártam sikerrel, ugyanis a játékban ez az opció még nincsen benne, vagy ebbe a verzióban, ami nekem van, bugged, vagy ez a pálya, bugged, nem tudom átnevezni a neveket, viszont a gyárakat át tudtam nevezni, és kettő gyár kapott tőlem nagyszerű nevet, az egyik könyvtórió lett, kicsit a faktórióra úgy visszautalva, a másik pedig OTTD papír, ugyanis ebbe a gyárban könyveket, ebbe a gyárba pedig mocsokú papírt készítünk. És köszönöm szépen a hozzászólóknak, akik jelezték nekem, hogy húst nem tudok elszállítani, hogyha nem adok neki irányt. Kösz, tényleg. Most már megy a biznisz. Viszont, amit észrevettem, hölgyeim és uraim, az az, hogy mocskosul sok nyersanyag van felhalmozódva ebben a gyárban is. Azt mondom, hogy a mostani részt egy kicsit számolgatással töltsük. Állj! Hogyha az összes farm területemen tudok teheneket tenyészteni, akkor ugye 3 nap alatt kapok egy bört, kapok egy tejet, meg egy húst. Nekem a bőr kell a további ipari tevékenységhez. A húst és a tejet elszállítjuk B-be. Tehát 3 nap alatt kapok egy bört, igen, ennyi. Valamint kell nekem 2 papír és egy fa. Ez a gyár 3 nap alatt készít el egy papírt, hogyha megvan minden egyes alapanyag. Ugye 6 nap alatt állítok elő 2 papírt. És ugye szükségem lenne még egy gyára, hogy könyvtóriót meg tudjam duplázni. Ugyanis 9 nap alatt állítjuk elő ezeket a könyveket. És hogyha mindaz 5 területű működik, akkor 3 nap alatt állítunk elő, hogyha az egyik nem működik valami miatt, mert vagy nincsen gabona, vagy nincsen víz, akkor ugye kicsit növekszik az idő. Viszont többlettermelésben vagyunk, mint papírügyileg, mint bőrügyileg. Ezért az alábbi dolgot szeretném most csinálni, hölgyeim és uraim, egy kicsit jobban belemászunk a játékba, és mutatunk érdekességet. Kicsit megfáztam időközben. Úgyhogy csak finoman próbálom meg ordibálni, hát így is eléggé hatékony leszek. Van nekünk itt egy ilyen logisztika fülünk, ahol lehet vasúti terminálokat, truck depotokat, illetve warehouse-okat csinálni. Mind a kettőre szükségünk lesz. Fogok egy warehouse-t, és tarakok ide egy raktárhelyiséget. Szuper! Ebbe a raktárhelyiségbe fogjuk elszállítani a bört és a papírt. Mi kell még ide? Fa! Szuper! Lássuk, hogy mennyi destinationünk van. Destination! Chose destination! Oké, oda majd egy járművet még befogunk. És azt mondom itt a bőrnél, hogy te ne oda menj, hanem raktár, ráadásul milyen raktár legyen? Bőr, vesző van, van! Fa, raktár, bőrfa raktár, vagy fa bőr raktár, teljesen mindegy. Azt mondja, hogy a tehenészetem a könyvtórió helyett vigyel a logisztiknek a bőrfa raktárba. Nagyszerű, mostantól egy jármű folyamatosan azért fog ingázni ebbe a helyiségbe, hogy elszállítsa a bört. Valamint itt van még egy épületem, és azt mondom, hogy könyvtórió helyett szállítsuk a bőrfaraktárba a fát. És ezt veszem még egy járművet, ezt megduplázom. Tehát 2 szállítson. Hogyha a fa vágó telepek elhozták ide az alapanyagot, akkor a raktárba elviszik szépen a cuccunkat. Lássuk, hogy hogyan is működik. Storage! Zseniális, már van egy bőr és már van egy darab fánk. Na most, mivel ugyanúgy 3 destinationt lehet megadni ennél az épületnél, ez kevés, mert a könyvtóriót szeretném megduplázni, és hát ott még eléggé kérdéses lesz, hogy mennyire lesz hatékony, mert ha belegondolunk, 12 nap kell, hogy legyártsunk 4 papírt, és 9 nap kell, hogy legyártsunk 1 könyvet. És 9 nap kell 2 gyár esetében, hogy legyártsunk 2 könyvet. Tehát a maradék 3 napig valamelyik gyáram ülni fog. Valamelyik gyáram nem fog termelni. És ez kiesés. A. Vagy azt mondom, hogy az OTD papírból csináljunk egy OTD papír 2-t, és akkor csináljunk még több papírt, és nézzünk körbe itt a könyvpiacon, hogy mi a helyzet, mert vannak itt nekem még... ez festékkel... Lássuk a receptkönyvet. Mi az, amit tudunk csinálni? Factories. Igen, karton, nem, az gift. Gift wrapping. Karton kell hozzá és papír.
karton és papír, karton és papír. Na most, én azt mondom, kipróbálunk valamit, hölgyeim és uraim. Szerencsére a 25 milliósal kezdtem, nem pedig az 1 milliósal, kipróbáltam egy pályát így, ugye legnehezebb beállításokkal. És majd egy következő szériában azt is meg fogom mutatni, hogyha jók leszünk. Ha jók leszünk. De most még tapasztaljuk ki szépen ezt a játékot eme formájába. Hiszen így kezdtük el, és akkor így is toljuk egy picit. Lerakok még egy paper mill-t. És én azt mondom, hogy itt csinálunk egy többlettermelést. Először is feltöltjük a bőrfaraktárat. Ez a paper mill elkezd papírt nyomni ki magából, de mint az állat. És megnézzük, hogy 3 nap alatt csinál egy papírt. 3 nap alatt kell egy fa. 3 nap alatt ennek is kell egy fa. És 9 nap alatt ennek is kell egy fa. Tehát azt mondja, hogy 2,1/3 fára van szükségünk 3 nap alatt. És itt hány nap alatt termeljük ki a fát? Azt mondja, hogy 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hát... nagyjából 10 nap? 10 nap alatt leszünk jók? Nem is tudom. Lehet, hogy le kell raknom akkor még egy erdészházat. Hogy tudja menedzselni a megfelelő mennyiségű fát, amire szükségem van. Mert azért 3 nap alatt egy fa az nem rossz. Bőrfaraktár. Ugye a bőrfaraktár azért kell, hogy a második könyvtóriót le tudjam pakolni. Ezért azt mondom, hogy bebiztosítom magam. Méghozzá egy... még egy lámbőr járdal. Fantasztikus. Oké, ide jöhetsz haver. Szerintem ide nem fogunk más csinálni. Forgatjuk a kamerát, hogy lássunk. Pazar! Oké, lerakunk ebből mondjuk nem olyan sokat. Egyet, kettőt és hármat. Nem akarok teljesen túl termelődni. És ugye ehhez a gyárhoz vizet, illetve fát kell elszállítanunk. Én most ilyen vízszivattyút nem raktam, mert meg tudom venni innen a szomszéd településből a vizet, úgyhogy annyira nem égeti a tenyerem a pénz, hogy még egy ilyen vízszivattyút is menedzseljek. Lerakok még egy logisztikai épületet. Még egy raktárhelyiséget. Úgy is van. Összekötjük úttal ezt a szakaszt. Mondom, úttal! És nem, és le kell bontanom a földutat, hogy le tudjam betonozni, ez hihetetlen. Oké, eltűnt. Szerencsére ingyen van a bontás. Nem kell érte súlyos dollárokat fizetnünk. Nagyszerű. Következő warehouse. A faraktár lesz. A faraktár utca. Ha-ha-ha! Remélem ismeritek. Minden bizonyal mindenhol van faraktár utca. És a következőt fogom csinálni. Ezt a lumberyardot. Megadom neki a destination-t. Méghozzá vidd egyből haver. Logisztik a faraktárba. Igen. És ebből van még egy destination. És te is vigyél egy kamionnal a faraktárba. Így. Megosztjuk a megfelelő mennyiségű fát. Azért is teszem ezt, mert itt 7 fával túltermelés van. És mivel körülbelül a fa jön be a leggyorsabban, ezért látom, hogy abból túltermelés van, papírból szintén túltermelés van, mindenből túltermelés van. Itt is elég gyorsan jön be az alapanyag. Na most, ide mennyi víz jön? Hadd nézzem csak. OTD papír, innen vesszük. Wholesaler destination, OTD 10! Jézusom, ide aztán jön víz rendesen. Nem téged akartalak, bocs? OTD papír, lássuk, hogy mennyi van, 10. Hát úgy néz ki, hogy kell. Úgy néz ki, hogy kell. Tudom még többet venni? Mert akkor megvenném még a papírt. Mert kell a másik gyárba, Factories, Paper Mill 3, majd mindjárt átnevezzük. És itt végül is nem vásárolom meg a kamionokat, egyszerűen csak bérbe veszem őket. Mondjuk úgy 8-at. És az, ami kiadás, mindig amit megveszi a vizet, lerakja, megveszi a vizet, lerakja, az az 1800 dollár lesz a mínusz, ami kialakul. Oké, paper mill elkészült. Na most ennek eladom egy destination-t, és azt mondom, hogy itt bőr és fa van, itt pedig csak fa. Papírra is szükségünk lesz, és a paper mill 3 egyből a faraktárba fogja szállítani, logisztik, faraktár, 3-mal. Annyi bőven elég lesz. És innen pedig, hogyha lesz alapanyag a faraktárba, fa,
vesző, papír, raktár, fapapír raktár, nagyszerű. Ide fogják elszállítani. Innen adnom kell Destination a könyvtórióba, egy-egy-egyel, mert itt van bőr és fa. Az OTD papírba a Destination a könyvtórió felé megy, viszont itt kiárok most már alapanyagokból, kizárólagosan. Megkeressük a bőrt, hol a bőr, hogy van bőr, itt van a bőr, nagyon jó. Valamint itt van egy kis fa. Ide is szállítunk valonnan fát, ugye? Igen, egyel töltjük. Oké. Bőrfa megvan. Megadjuk az irányt. Factories, könyvtórió, chose destination, könyvtórió. És itt leviszem szépen egy kamionra, és itt is egy kamionra. Oké. Lássuk a működést. Kíváncsi vagyok, hogy itt milyen tempóval fog megérkezni. Megjött a víz. Az addig nagyon jó. Állj, te hova szállítasz? Fapapír raktár. Oké, meg is vagyunk. Paper mill, fapapír raktár. És ott is van. Destination. Választunk fát. És választunk egy paper mill 3 kamionnal. Oké. És nyomhatjuk. Itt a Destination fapapír raktárba vigye 3 kamion az alapanyagot. És így az elkészült termékeket raktározzuk. És az elraktározott termékeket elszállítjuk majd a gyárakba. Ez így nagyon-nagyon jó. Ez azért is jó, hölgyeim és uraim, mert hogyha nagyon nagy túltermelésünk van, hogyha nagyon sokat termelünk, és elszállítjuk egy raktárba, rakhatunk le még egy raktárt, és abból a raktárból egy másik raktárba szállítjuk, aztán egy másik raktárba, és szét tudjuk húzni akár 3, 4, 5 vagy 1000-szeres helyre az alapanyagot. És termelhetünk is, hátradőlhetünk, és kényelmesen gyűjtjük a termékeket. Viszont a játéknak az a célja, hogy profitot termelj. Érted? És az a profit nem fog csak így magától megszületni. Azt elő kell teremteni. És mutatom is, hogy hogy fogjuk előteremteni. Bőrünk mennyi van? Semennyi. Azért mert mindig elviszik, mi? Nem nőnek a tehenek? Tessék jobban öntözni a teheneket. Alapanyag úgy látom, hogy gabona az, aminek hiány vagyunk. És ezt a területet kicsit meg tudjuk tuningolni esetlegesen. Még egyel, még egy gabonamezővel, de úgy látom, hogy a legnagyobb probléma azzal van, hogy nincs víz. Egyszer, így sincs elég víz. Még egyszer. Na, a víz beszállítóinkat meg kell keresünk. Méghozzá ezen a területen. És azt fogom mondani, hogy crop farm 2, crop farm 1. 1-2-t vásárolok, és kiadom egyszer a parancsot. Valószínűleg nem lesz ennyi elég. Valószínűleg többre lesz szükség. De úgy látom, a tehenek kapnak elég vizet. Ugye? Hát kapnak eleget. Gabona nincs, gabona kell. És 2 gabona ráadásul, úgyhogy nagyon-nagyon el kell kezdenünk termelni, hogy ebből tényleg kézzel fogható profit legyen. Mert most, hogyha rányomunk erre a dollárjel... Előző hónapban 14 000-et kerestünk! Yeah! És mi mindig vidámak vagy... Itt rengeteg bőr van. Rengeteg. Nagyon sok. Lássuk a Destination-t. Könyvtórió és könyvtórió, mind a kettő. Viszont itt a Destination... Paper mill van csak, storage 28 papír, innen elvihetjük a papírt. Ugye? És ebből a raktárból pedig elvihetjük a fát. Azért, mert a könyvtórióba megy egy. Na, következő feladat. Lerakunk szépen ide még egy paper mill-t. Így, mi? Ezt a paper mill-t. Könyvtórió... 2-nek fogjuk elnevezni. Majdnem annyi értelme van, mint hogyha paper mill 2 lenne, de hát ez így sokkal személyesebb. Bőrfaraktár. Ugye innen a bőrt elszállítjuk a könyvtórió 2-be, csak először beállítjuk neki, hogy itt a termék, amit csinál, az a Deluxe Books. Yes, oké. Okay. Nagyszerű. Mostantól kezdve fogunk tudni szállítani, és azt hiszem, hogy ide szállítjuk el. Destination. Commercial. És Assane. Nagyon jó. Hárommal szállítunk, bőven elég, nem lesz felhalmozódva egyetlen egy könyvünk sem. Viszont ide kell alapanyag. Fa, papír, raktár. Destination. Nem, először storage. Van fa, és van papír. Destination. Paper mill-be viszi a fát. És vásárolunk 2-t. A papírnak is gyűlnie kellene elméletileg.
Destination fa a papírraktár, igen. És te barátom... Fát szállít, azt a paper mill 3-ba. Aha. Jó, próbáljuk meg valamit. Próbáljuk meg. Fa. Komponens, és megkeresem a papírt. Természetesen a P-nél. Paper, plastik, nagyon jó. Hogy tudtam? 1, 2, 3 kamiont veszünk. Egyet és kettőt állítunk be. És chose destination, factories, könyvtórió 2. És szintén könyvtórió 2. Jó, kamionjaink dolgoznak. Nagyon remélem, hogy úgy van felépítve a játék, hogy egyenesen, arányosan osztja szét az alapanyagokat a kamionok között. Nem pedig úgy, hogy aki hamarabb odaér, az kapja meg, és mondjuk sorba állnak, tehát ilyen kikerül hamarabb sorra játékot játszanak. Lássuk könyvtórióval mi a helyzet. 6 papír már bent van. 0 bőr van bent. Itt 26 bőr van bent. Oké. Megy szépen a verseny. Melyik termel többet, melyik termel jobbat. Eddig könyvtórió áll nyerésre, és bőrünk nem nagyon van. Ami szomorú. Aha, és így nem is lesz. Könyvtórió, és azt hiszem, hogy most vagyunk egyenesen. Most vagyunk egyenesben, ugye? Ugye, srácok, lányok? Lássuk, hogy itt könyvtórió 1. Igen, lehet, hogy el kellene osztanom. Viszont egyetlen egy megy abba az irányba. Jó, megvárom, amíg itt lesz 100 papír, és utána elkezdünk gondolkozni. Talán egy kis faipart is fejleszthetünk. Adok még egy harvestert. Sose láttam ettől a zöldességtől. Egyel ezt megnöveltük. Nem baj a kiadás. És innestől most már csak szállítunk elfele termékeket. Úgy látom, hogy most már mind az 5 telepű működik is. Holy fuck! Farmer, bőr, faraktár. Veszünk még egyet. Vigyél a bőrt. Ugye? 46 bőr van felhalmozódva. Na most kipróbálunk valamit. Úgy látom, hogy az a teherautó, ami található itt, az eléggé kevés. És a logisztikánál megpróbálok valamit, mert valami megütötte így a fülemet, méghozzá ez a truck depot. És azt mondom, hogy egy autószév az mindig jól jön. Azt vettem észre, a játékban minél nagyobb pályát kezdtek, az autószév annál hosszabb. És amikor 3-4 percet ültem egy autószévnél, egy olyan 2 óra hosszas játék után már azért elég rendesen szorítottam a farpofámat, hogy ez muszáj, tényleg? Nem biztos, hogy kéne. Na, van egy olyan, hogy trade routes. Van egy truck depotunk. Nagyon jó. Adjunk trade routes-ot, trucks. Igen, neki. És transport route, erre van szükségem. És mi az, amit el szeretnénk szállítani? Vitt párba van, oké. Amit el szeretnénk szállítani, az a bőr. Bőr, raw resource. Leather, megvan. Oké. És itt tudunk még hozzáadni, nem. Cannot find path, route, origin. Hát sajnálom. Hogyan, ez mehet. És hogyan tudunk... Ezzel bezárjuk, ezzel odaugrunk. Ja, hát stop! Nagyon jó. Csak factories lehet? Select the terminal. Aha, tehát terminál kell neki. Ez a terminál? Vagy van esetleg egy másik? Ja, értem. Tehát ide le kell raknom esetleg még egyet, és akkor 2 ilyen truck depót össze tudok kötni. És akkor mindenki hód boldog lesz, mert lyuk van a seggén, aztán nem esnek bele. Oké, rendben van. Lebontjuk, erre akkor nincs is szükségünk. Viszont ilyen alapon, hogyha már ez így működik, nyugodtan csinálhatunk még egy raktárat. Mert innen elfogytak a kamionok. És ne rakhatjuk mondjuk közelebb. De kíváncsi vagyok, hogy szükségünk van-e? 2 kamion el tudja szállítani. Ez egy nagyszerű kérdés lesz. Na, hölgyeim és uraim! Az épületek, a városok, azok fejlődnek a játék folyamán. Egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek. Minél több nyersanyagot kapnak, annál inkább a fejlődés útjára fognak lépni. És most még csak ilyen seglehelletnyi ez a terület, viszont minél több mindent szállítunk, és minél több mindent vásárolunk, tehát minél aktívabb a forgalom, a gazdasági forgalom, annál jobb lesz a fejlődése a területnek. És van, amikor csak egy úttal jelennek meg, itt mi a helyzet? Transport problem, destination, könyvtórió, oké, ezt így el is takaríthatjuk innen.
Nem? X? 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 X. Oké, nem kell. Jó, itt már hibát se ér ki. Akkor ez a terület elkezd fejlődni. Lássuk, hogy mi van a farmnál. Na most! Mivel azt mondja, hogy elég sok szőlő kell itt, és nekem csak 900-at kell kivizetnem a vízért, ami által egy szőlő megterem, ezért kihasználjuk ezt a lehetőséget, és ide rakunk le egy szőlőfarmot. Sőt... akár... igen, azt hiszem, hogy orchard, grow fruits, igen. A szőlő eléggé gyümölcs. Bármilyen hihetetlen. Úgyhogy lerakom ide ezt a szőlőtermő területet. Rakok oda egy területet, kettőt, hármat, négyet és ötöt. Itt az utat majd folytatni akarom, hogyha esetleg úgy lesz. Kiválasztom a növényt, hogy mi az, amit belepakoljunk. Ez nagyon jó lesz. Remélem, hogy lesz ilyen szeszfőzde is valamelyik területen, és akkor piát is tudunk csinálni, mert most nem igazán van. Commercial. Azt szerint mehet mind a hárommal, de lehet, hogy veszünk még kettőt, és öt kamionnal szállítsunk, idő megáll. És azt mondom, hogy baj van, kiürültek ezek a kamionok, ahonnan lehetett volna nekem vizet vásárolnom. Semmi gáz. Itt van ez a, nem, ez pont rossz kattintás volt. Itt van ez a, megvettük az összes vizet. Az igen. Az igen. Oké. Okay. Tehát a crop farmba megy 4, liftszobba megy 5. Semmi baj. Kell egy vízraktár. Tehát jöhet még egy warehouse. Ide. Fantasztikus. Te leszel a... vízraktár. Hibátlan. És azt mondom... álljon meg az idő. Azt mondom ennek az ötnek, hogy itt változtassunk. És a logisztiknél itt van a vízraktár. És oda szállítson öt. Oda. Oda kizárólagosan öt. Sőt... öt... meg négy... ezt be is szüntetem. Crop farm 2. Igen. És ide szállítson... mondjuk 9. Jó. Itt arok 2 újabbat. Csak először kiválasztom a vizet. W-nél. Nagyon jó, nagyon jó. Akkor te fogsz szállítani a crop farm 2-nek, meg a livestock farmnak. 1, 2, 3, 4, és 3, 4, és 3. Ezt lehet, hogy majd emelnünk kell. Majd figyelnem kell, hogy milyen a megjelenített víz mennyiség. Na most, mennyi vizet szállítunk itt? 9 kamionnal szállítjuk a vizet. Mennyi víz van? 6 víz. Nagyon jó. 8 víz. Nagyon jó. 10 víz. Nagyon jó. És jönnek szépen felvásárolni hamarosan a kamionok, remélhetőleg. És aztán majd leellenőrizzük. Viszont, hogyha minden igaz, itt felszabadult, egy kocka, amit kihasználhatunk. És azt mondjuk, hogy vizet szeretnénk elszállítani a farmokhoz, méghozzá a szőlőszedbe. Ilyen szó nincsen, szerintem. A szőlőtőkékhez 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, jöhet a víz. Egyébként igen, gondoltam, abszolút le fog csökkenni a vízmennyiség. Úgyhogy nem annyira hülyeség ez a vízszivattyúzás. Mert ha azt mondom, hogy lerakok ide egy vízszivattyút, akkor tudok kinyerni egy kevéske vizet, amit felhasználhatok. És a vízraktárba össze tudom gyűjteni. Lássuk, hogy tudok-e esetleg ilyen szifont rakni. Úgy látom, hogy annyira nem. Esetleg ide, igen. De ide egyáltalán nem. Oké, okay, ezeket a víz problémákat majd következő részben orvosolni fogjuk mindenféleképpen. Szőlő hogy áll? Szőlő egész jól áll. Egészen királyul. Néha van víz, néha úgy nincs, de inkább van, mint nincs. Úgyhogy jól termel a település vizet. Valamint. Mi az, amit még csinálhatunk itt a szigeten? Itt a szigeten támogathatjuk a kisipart, értem én azt, hogy a farmereket. Itt például almára van szükség, valamint a húsunkat vásárolják fel. De van még egy ilyen hardware bolt, ahol egyedül ezeket a tartály olajakat, vagy olajtartályokat, ezeket vásárolja fel. Viszont ehhez eléggé sok minden kell. Mert kell acél, az acélt meg kell formálnunk, hogy az acélt először elő kell állítanunk, valamint az olaj kell.
Tehát ez egy jó pár épület lesz. Lássuk, hogy a Home Goods Fancy Beds! És lehet, hogy ez lesz a következő. Hölgyeim és uraim, lehet, hogy megpróbálok nagyon jól kinéző ágyakat csinálni a következő rész alkalmával, mert hogyha az emlékezetem nem csal, már pedig nagyon sokszor félrevezet, akkor három egyszerű komponens kell hozzá. Á, nem! Matters kell hozzá, a Mattershöz, meg Fabric kell, meg Steel kell, a Fabrichoz. Fabric. Cotton kell, meg Dye kell, a Dyehoz víz, meg Berries. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, ugye 6, 7 és 8 gyárat kell üzemeltetnem. Emiatt az 51 ezres profit miatt. Viszont ha jobban belemélyedünk, akkor láthatjuk, Carpentry, Fancy Beds, hogy ezt az ágyat 9 nap alatt készítjük el. Tehát ha folyamatosan fel van töltve alapanyaggal, egy hónap alatt minimum meg tudjuk háromszorozni ezt a profitot. És ha jól sejtem, egy gyárnak a fenntartása 10-12 ezer dollárnál van, ha azt megszorozzuk 8-al, akkor is egy 100-asnál járunk, és akkor körülbelül 100 ezer lesz még a profit. Megjelentek az első felkiáltó jelek, amik azt mondják, hogy nincs raktár helyiség, rengeteg bőr van kimaradva, ezt a rengeteg bőrt meg el kell majd szállítanunk egy másodlagos bőrraktárba. És így tudjuk megosztani a termelésünket, hölgyeim és uraim. Ezt a területet raktárakkal fogom feltölteni, és majd következő részekben, valószínűleg majd a következő után, vagy lehet, hogy már a következőnél, vasútra fogom felhelyezni így a forgalmat, és egy trade route segítségével el fogom a bőrt szállítani egészen éjszakra, hogy itt a Home Goods-nál el tudjam adni, fel tudjam használni, és hogy ne kelljen újabb tehenészetet készítenem. Itt jól állunk, közel mindegyik termel, aha, francokat 60%-on. És itt víz az, ami, hát úgy látszik, hogy nem nagyon van, itt is úgy látszik, hogy nem nagyon van. Ezt majd orvosolnom kell. Hölgyeim és uraim, következő részre csiszolni fogom a megszerzett tudást. És jobban, mélyebben belemegyünk, itt lássuk, hogy mi van. Itt maximális kihasználtság van, alig van víz. A vízkészleteket fel kell tölteni, mert nem kap a település egészen gyorsan vizet. Szerencsére ez a terület kap. És annyi, amennyit felhasználunk van, viszont azt szerint már nem tudjuk vízzel kiaknázni a továbbiakban. És valószínűleg Witpart sem fogjuk tudni. Elég sok felkiáltójával van, elég sok nyersanyag van felhalmozódva, de valószínűleg majd elkezdünk kartondobozokat csinálni, mert a fánk is elég sok összegyűlt. Hölgyeim és uraim, én köszönöm szépen a figyelmet, ez volt egy kis ízelítő arról, hogy hogyan tudjuk megosztani a nyersanyagot, és hogy ne termeljünk túl. Valamit elraktározzuk és azt felhasználjuk egy későbbi, egy szentebb cél érdekében. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Uno voltam, és mint mindig, találkozunk legközelebb is. Szevasztok!